zöld tanyán a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és a Székesfehérvári Hagyományőrző IS Egyesület közös szervezésében egy koppánynapi rendezvényt láthatnak. Mindenfajta mézkóstoló mellett mi is hagyományőrző bemutatót tartunk. Az IS-okkal fogunk egy csatát abszolválni. Mi a Székesfehérvári Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület harcosai vagyunk. Mi nekünk a célkitűzésünk Géza fejedelem udvarát bemutatni, és egyelőre külföldi zsoldosokat, mint például szláv vagy éppen viking harcosokat jelenítünk meg. Arra kérnek, hogyha megmutatnád, milyen tárgyakat láthatunk itt. Nagyon szívesen. Hát itt a lányok egy korabeli asztal rekonstrukciónál ülnek, székeket nem hoztunk helyette, az itt talált tuskókat próbáljuk használni. Az asztalon minden étkezéshez szükséges eszköz látható, valamint mögötte is lelet másolatból hússütővilla és egy hozzávaló ilyen serpenyő. Itt mindenütt balták láthatóak a sátrunknál, a sátor korabeli nyugat-európai ábrázolások alapján készült el, ezt szokták száz sátornak hívni. Körül benne pokrócok és különböző szörmék, amik a fekhely kialakításáért és a kényelemért felelősek. Valamint, hogyha itt tovább haladunk, itt sorba láthatóak a fegyvereink. A fegyvereink javarészét és a viseletünk javarészét mi magunk készítettük. Itt például a sisakokat, az itt látható különböző vérteket, mint például a láncing, amit én magam készítettem, de emellett látható egy sokkal keletiesebb típusú bőrvért is, ilyen kis lamellákból összeállított lamellás vértnek hívják. Ezek mellett láthatóak a pajzsaink, sisakjaink, szabjáink, különböző fegyverek, balták és kardok. A legtöbb eszközt, ahogy mondtam, mi magunk állítottunk elő. Így a csapatban nem csak történész, régész, meg néprajzos van, hanem nagyon ügyes kézművesek is, például fegyverkovács is.